Szokatlanul enyhe napok köszöntöttek ránk februárban, annak ellenére, hogy jelentős fronthatással egyelőre nem kell számolni, a korán jött tavaszias idő sokaknál okozhat egészségügyi panaszokat. Az ilyenkor szokásosnál 10 vagy akár 12 fokkal is magasabbat mutatnak a hőmérők. És ez az enyhe idő igazán megterhelheti az emberek szervezetét, valamint a magasban enyhébb léghullámok érkeznek. És ez az időjárási frontokra, különösen érzékenyen reagálóknál gyenge melegfronti hatásokat okozhat. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, illetve vérnyomás ingadozás tapasztalható. A szélsőséges időjárás változások, a nagy hőmérséklet ingadozás, a légnyomás változása, a szél erőssége, a levegő minőségének romlása nem csak a felnőtteknél okozhat egészségügyi panaszokat. Elsősorban a felnőttek bizonyos típus kora területére jellemzőek ezek, de nem mentesek a gyerekek sem, csak maximum ők nem tudják, hogy mi a baj. A csecsemő sír, nyűgös, és sokszor ezek mögött is ilyen van. Természetesen óvatosnak kell lenni, hogy ezeket csak akkor mondjuk, hogyha ez a frontok vagy az időjárás okozza, ha minden más objektív tényezőt kizárunk, de ezek létező dolgok, és hát sokszor türelmesnek kell lenni, és hogyha már az illető tudja, hogy na, ilyen változás van, például mondjuk egy ilyen csapadékos időben lezuhon a légnyomás. Erre gyomorpanaszok szoktak jelentkezni, bélpanaszok jelentkezni. Ha hirtelen ugye meleg jön, akkor pedig a magas vérnyomás a probléma, hirtelen megemelkedik a vérnyomás. De ugye egyénenként változó, magyarul mindenkit érint, mindnyájunkat érint, csak egyénenként más és más módon. Az előrejelzések szerint a hét vége felé egy mediterrán ciklon hoz változást hazánk időjárásában. A ciklonhoz frontok ugyan nem kapcsolódnak, de mögötte hűvösebb légtömegek érkeznek, amelyek gyenge hidegfronti hatást okozhatnak majd.